Hogy sikerült az új évi fogadás? Nagyon jó volt, ezt állíthatom szerintem mindenki nevébe. Ugye ez az, az újévi fogadás egyrészt arra szolgál, hogy megköszönjük a meghívottaknak az előző évi munkáját, és egy kis évnyitót is nyissuk a terveinkről beszéljünk. Ezt meg is tettem, hiszen beszámoltam a tavalyi évről egy egy előadás formájában, utána pedig az elképzelésekről. Itt a vendégkör egyrészt az Zalaszengrót vállalkozói, az iparűzési adót befizettetteknek egy része a vállalkozók, másrészt szakigazgatási szerveknek a vezetői, megyei vezetők, másrészt civil szervezeteknek a vezetői és akik segítették az önkormányzatnak a, a munkáit, és nagy ö, megtiszteltetés volt Számunkra, hogy Dr. Schifter Rózsa, a Szaramegyei Kormányhivatal új vezetője is tiszteletét tette nálunk egy pohár köszöntő erejéig, és utána ott beszélgetett velünk. Mondom, ez, ez nagyon fontos, az, hogy a jelenlevők is egymással szót tudjanak érteni, szót is értenek, és megbeszéljék a problémáik, a civil szervezetek, a mecénások között, vállalkozók egymás között, szakigazgatási szervek, a civilekkel, vállalkozóknak, az önkormányzat képviselői, munkatársai. Úgyhogy nagyon jó, hangulatú volt, és jó volt az évkezdet, itt nem csak a január első, ez a szengrótom, most ez az újévi fogadás, úgyhogy minden akadály szerintem elhárul, hogy egy, valóban, egy újabb, valóban sikeres évet zárjunk majd 2016-ban is. Számtalan olyan feladat van, amit az önkormányzat elvégez, hiszen valamilyen szinten az is a dolga, hogy az itt élő embereknek az életkörülményei javuljanak és jobbak legyenek. Ebbe tartozik például a buszmegállók átépítése, felújítása. Hogyan működik ez a folyamat? Hol tart most? Ugye mindenki emlékszik rá, tavaly évben Koppányban, Zalakoppány város részben volt az közmunkaprogram segítségével, buszbeállók újultak meg. Most ezt a programot folytattuk, ha nem is teljesen a közfoglalkoztatásban, vállalkozó segítségét is igénybe vettük, ez Aranyod részben épült most meg kettő. Nyilvánvalóan a fagyok elmúltával majd elkezdődhetnek a, színezési folyamatok. Ezt folytatni fogjuk, és azért is fontos egyrészt a részönkormányzatban élőknek az Minőségét javítani. Másrészt meg lesz egy Európai Uniós pályázat, ez a fenntartható közlekedés, fejlesztés, aminek egy része lehet ez a, a buszöblöknek a felújítása, a buszállomásnak a megújítása, de ez mindez csak akkor ö, lehetséges, ez önállóan nem támogatható. Ha előtte beadunk egy hivatásforgalmú kerékpárútra pályázatot, Ugye ez a hivatásforgalom ez azt jelenti, hogy nem a turisztikai célú, hanem a munkába járás segítse. Az több terve is van már már az elmúlt években több terve is volt erre. Ő át kell nézni, hiszen meg kell mondani, hogy szintén nagyon drágák a, a kerékpárutak. Van most nekünk egy szakasz, ugye, ami a, a Zalaudvarnoki temetőig megy, onnantól folytatódik a vasúti töltés, amit a ö, részünk részönkormányzat egy részét kitisztította, tehát ott lehet sétálni, futni, biciklizni. Ez egyrészt tervben van ennek a folytatása. Nyilván a későbbiekben az lenne jó, ha Szent László is csatlakozna hozzánk, és meg lenne Zalaszengrót Zalacsány összeköttetése, de van nekünk egy fontos, még egy fontos, ez az, az északi kerékpárút, ami egyrészt ugye, ha munkába járást említjük, akkor nem lehet kikerülni a Naturaquat és az Alacereáriát, ami Tüske Péterbe van, és nem lehet kikerülni, hogy az egyik legnagyobb részönkormányzatunk aranyod is az összeköttetése, azért közuton van, meg egy nagyforgalmi közúton, úgyhogy ezek a tervek vannak. Egyrészt Tüske Szentpéter fele egy kerékpárút, ami csak kitáblázásba egy vegyes használatú út, a más másik az egy épített kerékpárút, az viszont aranyod fele, és ha minden jól sikerül, akkor talán azt a régi vágyunk is beteljesülhet, hogy a hatomú hidat, ami alól kikerült az ala, az folytatódjon egy kerékpárút formájában, hogy meghosszabbítjuk a hatalmúf hidat, és akkor aranyod város részben is eljut a kerékpárútot kialakítjuk. Mondom, ez nem olcsó most vagyunk a költségbecsléseknél, és majd a képviselőtestület el fogja dönteni, hogy beadjuk-e egy pályázatot, vagy nem. Ugye most Annyi könnyebbség van a mostani pályázatokban, hogy előzetesen csak egy előzetes tervet, egy vázrajzot kell beadni, de nyilvánvalóan oda is kellenek egyeztetések, hát hiszen tudni kell, hogy mennyibe kerül, vagy egyáltalán megvalósítható-e az adott elképzelés. A buszmegállóknak a karbantartása ebből a szempontból mindig önkormányzati feladat, tehát nem a, a közlekedési vállalat feladatai közé tartozik? Nem, ugye az úttest maga az a közutét, tehát a buszöblőknek ők adnak engedélyeket, de a bu buszöböl és a felépítmény az az önkormányzati, és a közlekedési vállalat jelen esetben az INKK dönti el, hogy, hogy, az megállnak ott vagy nem, nyilvánvalóan eddig volt ott megállnak, de az, hogy a lakosság igényeit kell figyelembe venni, hogy milyen típusú busz meg. Hát nyilván, ahol nincs akkora forgalom, akkor lehet, hogy egy, csak egy kis beálló, vagy lehet, hogy még beálló sem kell, ott nyilván nagyobb forgalom van, akkor pedig egy nagyobb buszbeállóra van szükség, de még egy nagyon fontosat kiemelek, hogy, hogy, ugye ezek, amik most is lesznek buszmegállók, ez egy üvegezéssel lesz, tehát plakátot ragasztani szigorúan tilos rá, amennyiben ragasztanak rá, hogy a szankciókat von maga után, tehát büntetni fogunk. Próbáljuk meg tiszteletbe tartani egyrészt az önkormányzatot, az, az, pedig tisztán tartani a, a buszmegállókat. Ez nem feltétlenül az alaszengrótiakra vonatkozik, hiszen, hogy elnézzük ezeket a plakátokat, nem az alaszengrótról teszik ki, de ők is figyeljenek rá és nyugodtan szóljanak. Ő nekik is, akik kitakják a plakátokat, vagy utána akkor nekünk. Már tavaly is nagyon sok rendezvény volt a városban, ami a, a városlakókat, a közösséget érintette. elkészült már az idei rendezvénynaptára a városnak? Ez folyamatosan készül. Az Alaszengroti Városmarketing irodának a munkatársai gyűjtik össze az adatokat civil szervezetektől, intézményektől, és ezt folyamatosan töltik fel a, a honlapunkra. Most sem leszünk hiány rendezvényeknek, szerintem lesznek új rendezvények is. Lehet, hogy vannak tradicionális rendezvények, amik elmaradnak, erről még pontos információink nincsenek, de nem maradnak szórakozás nélkül, ahogy én tudom, nyáron. A a Nyilván az lenne a jó, hogyha több olyan rendezvény lenne, ami nagyobb idegenforgalmi jelentőséggel bírna. Ezen vagyunk, tehát itt a civil szervezetekkel, vállalkozókkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, hogy honosodjonak meg olyan rendezvények. Voltak rá nagyon jó példák, és vannak is nagyon jó példák most is Zalaszengróton, de nyilván az lenne a jó, hogy minél több ilyen rendezvény lenne. A legutóbbi alkalommal már váltottunk arról szót, hogy indul a pályázati nagyüzem, folynak a, a különböző tervezések és a kiírásokat folyamatosan figyelik. Valamilyen bölcsőde létrehozásáról is lehet hírt hallani? Igen, valóban most kiírtak egy pályázatot. Hogyan fogják vizsgálni, hogy szükség van -e erre a bölcsődére? Nyilván a legelső körben a védőnőket kérdezzük, meg utána a lakosságot, az érintett társadalmi csoportokat, célcsoportokat, és megvizsgáljuk, hogy mekkora igény lenne rá. Szerintem egy csoportnak a létrehozására van igény, szerintem azt már minden kockázat nélkül meg lehet valósítani. Azt, hogy további csoportokat indítsunk-e, azt meglátjuk majd ez a közvéleménykutatás kutatás után. Egyébként az elképzelés az, hogy az óvoda épületének a bővítésével fogjuk kialakítani, szerintem többféle követelménynek kell megfelelni ebben a bölcsöde kialakításában, tehát ezt is terveink között szerepel. Ha sikerülne a pályázatot megnyerni, az mit jelentett? Finanszírozzák a teljes építést is, a működést is, vagy a működést már az önkormányzatnak kell biztosítania? nagyon jó lenne, ha a működést a finanszíroznák. Nyilván lesz utána egy normatív alapon lesz finanszírozva, de ezt, ahogy én utána néztem, ez nem fedezi a működési költségeket. Az építést Európai Uniós forrásból finanszírozzák, utána a működésbe természetesen az állami támogatáson kívül majd az önkormányzatnak bele kell tenni valamit, de én ez úgy gondolom, hogy ez mind visszajön, hiszen ha anyukák, akik el akarnak menni dolgozni, adjunk rá lehetőséget nekik, hogy megtegyék, ezt a gyermeket elhelyezik, ahogy én az óvodát most ismerem, és valószínű, hogy a bölcsődés ugyanilyen lesz, a legjobb kezekbe kerül a, a gyermek, úgyhogy meg fogja ezt érni nekünk a gyermekek és az anyukák érdekében mindenféleképpen. A pályázatok sorában lesz-e olyan lehetőség, hogy az Alaszengróti busz állomást, vagy pályaudvart, nem tudom pontosan, hogy hogyan nevezük, annak a felújítására kap -e esetleg a város valamilyen lehetőséget? Igen, említettem ugye itt a kerékpárutak és a buszöblöknek a felújítását, ebben lehetőség nyílik a buszállomásnak a megújítására is, csak ott az a speciális helyzet van, hogy a földterület az önkormányzati, a felépítmény most az ilyen KKÉ, az észak-nyugat-dunántúli közlekedési központé, a volt tárgyaltunk velük, ugye Alpolgármester úr segítségével, való Gábor Alpolgármester úr segítségével beszéltünk a, a, a hivatalos szerveke vezérigazgató helyettese. Van elképzelésük nekik is, örülnek neki, hogy, hogy együtt tudunk majd dolgozni. Egyetlen egy probléma van, hogy az I.N.K.K.-nak most fog lejárni a közszolgáltatási szerződése, és nem tudjuk, hogy mi lesz, és nem tudjuk, hogy hogyan pályázunk, de tervek vannak annak a felújítására, megújítására, és a környezetének a rendbetételére.